Az Aradi Alföld című napilapban 1867. június 16-án, egy héttel első Ferenc József megkoronázása után megjelent egy felhívás emlékoszlop felállítására. A felhívás megfogalmazója Tiszti Lajos lapszerkesztő volt. 1871-ben az Aradi Honvéd Egylet felállított egy termésköbből készült emlékoszlopot a vár alatti Zsigmondházi mezőn, a kivégzés helyszínén. 1873-ban szintén az Aradi Honvéd Egylet állította fel a város sétatérein Aradi Zsigmond alkotását, amelyet az 1849-ben elesett hősök síremlékének szántak. 1874-ben a vesztőhelyi emlékoszlopot megmagasították egy gula alakú oszloppal. 1878-ban Hefner Ernő Győr főszámvevője kezdeményezte az aradi vértanú kivégzésének helyén felállítandó emlékmű megépítését, valamint október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánítását. 1881-ben közadakozásból az emlékoszlopot egy obeliszkre cserélték. Ez Budapesten Jablonszky Vince műtermében készült. Az obeliszk alapjában a vértanúk földi maradványai tőrizte. 1867-ben Aradváros létrehozta a szoborbizottságot. A szobor felállítására a magánszemélyek és különböző egyesületek adakoztak. 1877-ben pályázatot írtak ki az elkészítendő emlékműre. A zsűri Huszáradók tervének ítélte az első díjat. A város 1883-ban kötött szerződést a művésszel, az alkotásnak 1888-ra kellett elkészülnie. A terv nem valósult meg, mert a szobrász 1885. január 21-én elhunyt. A terv szerint a talapzatra került volna a 13 vértanú arcképe. A szoborcsoport központi alakja a haza, körülötte a szabadság, áldozatkészség, erő és a küzdelem végkatasztrofája allegóriái álltak volna. A talapzat ezen alsó részén négy csoport foglalt helyet. Elől a szabadság, akkor szellemének szövetnéke világításánál fölébredve, ellenállhatatlanul szertetőri békóit, s kardot fog jobbjába a küzdelemre készen. Balra az áldozatkészség, mint a magyar nők 48-ban is tették, leoldja karperecét, nyakláncát, minden ékességét, s örömmel teszi le a haza oltárára, fölötte az ország címere van elhelyezve. Jobbra az erők alakja ül nyugodtan, hatalma öntudatában tekint maga elé, fölötte Arad címere. Hátul a küzdelem végkatasztrofáját látjuk, a harcos halálosan találva rogyik össze, kezében a zászló, melyet soha el nem hagy, a szabadság, melyért küzdött, átfogja őt és siratja a végzetet, melynek folytán a hős más áldozatot többé, mint élete vérét nem nyújthatott volna neki. Írta Vasárnapi Újság 1889. október 6-án. Huszár Adolf halála után Aradvárosa az Országos Magyar Képzőművészeti Társulattól kért tanácsot, hogy kirebizzák az emlékmű befejezését. A testület egyöntetően a fiatal Zala Györgyöt javasolta, így a város vele újította meg az eredeti szerződést. Zala 1885. október 6-án a vértanúk halálának napján kezdte el a munkát. Az eredeti tervektől eltérve saját művészi alkotásával formálta a szobrot. Először az ébredő szabadság alakja készül el 1886 tavaszán, ezt a harckészség és az áldozatkészség követte 1887 nyarán. A végére maradt a haldokló harcos, illetve a csoport fő alakja a Hungária. A szobor ünnepélyes felavatására 1890. október 6-án került sor a Szabadság téren. Az ünnepélyen részt vettek a vértanúk családtagjai, Damjanich Jánosné Schweider tábornok lánya, Leiningen tábornok fia. Az első világháború után
Arad Romániához csatolásakor szinte azonnal felmerült a szobor lebontásának gondolata. 1923-ban a rongálások megakadályozása céljából bereszkázták az emlékművet. 1925-ben Ion Brătianu vezette kormány 1512/1925 számú rendeletére eltávolították, utána különböző helyeken tárolták, legutoljára az Aradi vár árkában őrizték. 1999. október 6-án a Magyarország és Románia között létrejött megegyezés alapján a Rádu Vászili vezette kormány a szabadságszobrot a Minorita rendház udvarára szállították. Itt kezdődött meg a restaurálás folyamata is. 2004-ben Adriano Stasi kormánya több országgyűlési képviselő tiltakozása ellenére jóváhagyta, hogy a szobrot ismét felállítsák a román-magyar megbékélésnek szentelendő emlékparkban az RMDS kezdeményezésére. A szobor leleplezése az új helyen 2004. április 25-én történt, román és magyar hivatalos személyek jelenlétében. Az új helyszínen, a tűzoltótéren, ami a megbékélés park nevet kapta, egy 9 méter magas győzelmi kapuval szemben áll, amelye alatt Ábrám Jánkó és más román felkelők állnak. A diadali Ioan Bolborja bukaresti szobrász alkotása. A téren egy kis szökőkút is található. 2011. április 13-án lelopták a szoborról a diadémot, a tört és egy kardot. A feltételezett tettest elfogták, és ezután 4 darab térfigyelő kamerát helyeztek el a téren, a szobor helyreállítását pedig megkezdték. 2015. február 14-én a műalkotást újabb rongálás érte. A 13 vértanút ábrázoló bronz domborművek közül 6-ot a szoborcsoport déli és keleti oldalán festékszóróval román nemzeti színekre, pirosra, sárgára és kékre színeztek, emellett a talapzatra fekete színű festékszoróval magyarokat gyalázott. A 13 aradi vértanú közül 6-nak, Gróf Leiningen Westerburg Károlynak, Török Ignácnak, Schweidel Józsefnek, Pöltenberg Ernőnek, Láner Györgynek és Dezsőfi Arisztidnek a domborművét mázolták be a román trikolor színeivel. 3,5 éve színes filmtolvajok rongálták meg a szabadságszobrot, de most egyértelmű az etnikai indíttatás. Elsősorban az érthetetlenség, felháborodás az, amelyik ilyenkor bennünket is egy ilyen cselekedet felkavar természetesen, és érthetetlenség, mert ugye nem tudjuk megérteni, hogy egy európai városban, amelyik gyakorlatilag magáinak mondhatja a megbékélés szimbólumát, ezt a műemlék együttes, és beleértve ezt a nagyon értékes műemléket, mint az Aradi Szabadságszobor, hogy vandál, szélsőséges kezek ilyen formában megértik és megcsúfolják. Tulajdonképpen ez egy indítékkal történt, tehát nem csak pillanatnyi, úgymond alkoholgőzös állapotban, mert látszik az, hogy aki idejött, az erre fel volt készülve, tehát előre megfontolt szándékkal igyekeztek ezt a szobrot megbélyegezni, és hát gyakorlatilag egy uszítási szándékkal egy ilyen magyar ellenes, elmondhatni úgy, hogy sértő szándékkal egy ilyen tettet itt Aradon elkövetni. Működnek-e térfigyelő kamerák, illetve van-e éjjeli őrség itt a téren? Akkor, amikor lecsökkentették a létszámot, az a drasztikus ugye, gazdasági, úgymond, krízist követő létszámcsökkentés után, az állandó felügyeletet itt megszüntették, viszont akkor térfigyelő kamerákat szerelt fel a város. Úgy látszik, ezek nem voltak elegendők. Most utána néznek a felvételeknek. Én bízom benne, hogy a tetteseket már a rendőrség megkezdte a nyomozást, megtalálják, és a büntetésüket, az ilyenkor, amit ki szoktak szabni,
ugye megkapják ezért a minősíthetetlen tettért. Az eset nem sokkal azután történt, hogy Arad román polgármestere Gyorge Fálka élesen bírálta az aradi rendőrséget és az Arad megyei kormánybiztosi hivatalt, amiért az Újjobb Oldal nevű szélsőséges román szervezet feljelentése nyomán egy az aradi polgármesteri hivatal folyosóján kifüggesztett magyar nyelvű történelmi oklevél másolata miatt kezdett vizsgálatot. Gyorge Fálka, a város polgármestere, közleményben ítélte el a szoborgyalázást, és megengedhetetlen vandalizmusnak nevezte a történteket, amely a közösségi értékek és a román nemzeti színeket is meggyalázza.